Köszöntöm a Szentendrem a nézőit, elsőként lássuk, hogy miről lesz szó a mai híradóban. Nem biztos, hogy eladja az önkormányzat a Zenta utcai ingatlant. Mától ismét teljes vonalon jár a Szentendrei Hév. Felavatták a nívódíj emléktábláját a mobilgáton. A lakók kérésére elhalasztott legutóbbi ülésén a város képviselő testülete egy önkormányzati ingatlan eladásáról szóló döntést. Egy a Zenta utcában lévő önkormányzati ingatlan eladása ellen tiltakoznak az ott élők, akik képviseletében Ország Péter helyi lakos szólalt fel a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Szeretnénk kérni, hogy ez a terv ne valósuljon meg, illetve hogy ne csak ne valósuljon meg, hanem hogy a rendezési tervről is szeretnénk ezt a szabályozási vonalat eltüntetni és egy más változatot elfogadtatni a teleknek az értékesítésére. Tehát ha megnézzük azt, hogy a rendezési terven egy rövid vonal jelöli azt, hogy ezt a telket nagyon jól meg lehet nyitni és önálló telekként értékesíteni, akkor ez rajzon nagyon klasszul néz ki, mert egy rövid vonalacska, de a valóság egy picit ennél nagyobb, nehezebb, mert hogy ez a pici vonalacska, ez annyit tesz, hogy ott van egy kvázi 6-7 méteres szintkülönbség, és ennek a, itt olyan szűkös a terület, hogy ezt a keletkező problémákat nem egyszerű megoldani, illetve nyilván mindent meg lehet oldani, de hogy rentábilisan nem az biztos, illetve a lakóknak ez olyan érvágást jelent, hogy összefogtunk mindannyian, és egy ívet írtunk alá, tehát egy jogfenntartó nyilatkozatot, hogyha ez megvalósul ez a terv, akkor ezt jogi útra viszik ennek az ügyét. Mire is gondolok? Tehát ha itt megnyílik egy picik ez a kis utacska, akkor alatta van egy épület. Az épület az 4 méterre található a kijelölt úttól, amit megnyitnánk, és ott van a két épület, az útnak a szintje és az épületnek az alapozása között van 7 méter szintkülönbség. A rendelkezésre álló hely az olyan kicsi, hogy ha ezt egy picit jobban megnézi egy mérnök, az láthatja, hogy ez hagyományos alapozási móddal nem oldható meg, csak speciális, igen drága módszerrel lehet, és ugye felülről kellene, ha ott nyitunk utat, felülről kellene ezt megtenni. Az alatta levő épületnek az állaga olyan, illetve amikor épült, nem vették ezt figyelembe, nem is vehették, hogy majd itt ilyen terhekkel kell számolni, tehát adnak az épületnek a ugye félig földben van a hátsó része, tehát az a fal az nem bír meg ilyen terheket, tehát ez statikailag biztos, hogy nem lehet igazolni, hogy ez így megfelelne, tehát támfalat kellene építeni, egy 7 méteres támfal építése, és ez mindenki tudja, hely kell, ott van az épület, ott van a ház, hely nincsen. Felülről ezt szerintünk nem lehet megoldani, illetve szerintem nem lehet megoldani, de nyilván, ha erre egy picit jobban belemegy egy műszaki ember, akkor nyilván a felülről szépnek látszó tájat egy kicsit jobban is lehet cizellálni. Tehát itt az a probléma, hogy amennyire a tájékoztatás történt, hogy az önkormányzat csak addig terjedne ki, hogy ezt eladja ezt az ingatlant, és utána a csatornázás, közművesítés, útépítés, támfalépítés minden a vevőnek a kompetenciájába tartozik. Ezt nem tudjuk elfogadni, mert nem szeretnénk egy olyan helyzettel találkozni, hogy egyrésztről egy mondjuk jó hiszemű, de nem annyira hozzáértő vevő már védve a saját érdekeit és befektetett pénzét mindenféle mahinációkkal próbál egy rentábilis ingatlan befektetést létrehozni, ami nyilván nem lesz az, és elindul egy pereskedés. Kubatovics Áron elmondta, hogy a lakók álláspontját támogatta a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is ülésén. A napirendhez Abalehel főépítész szólt hozzá. Valóban ezt a
Ezt a verziót tartom én is életszerűnek. Természetesen szem előtt tartva az önkormányzatnak a gazdasági érdekeit is, azt gondolom, hogy ez a kényszerű telekmegközelítés valóban egy olyan extrém műszaki megoldással valósítható meg, ami egész egyszerűen ennek a fönnmaradó teleknek az értékesítése tekintetében szerintem nem rentábilis. Tehát én azt számolgattam így saját magamban, hogyha sikerülne értékesíteni a telek részeknek az 1-es és 2-es, tehát a teleknek az 1-es és 2-es részét, akkor a fennmaradó 3-as terület résznek az eladási ára, ez alapján a költségbecslés alapján, amit a vagyongazdálkodás már összeállított, tulajdonképpen rá kell, hogy fordítódjon erre a támfalas kocsibejáróra, vagy hát útra, pontosabban erre a 6 méter szélességi útra, ha nem több. Tehát ez nincs megtervezve, ezt most én nem tudom igazából számokkal alátámasztani, de azt gondolom, hogy inkább többbe kerülne az önkormányzatnak egy ilyen utat megépíteni, és aztán még egy ilyen igazán bonyolult műszaki megvalósítással létrejött útelemet fönntartani és kezelni, mint ennek az egész visszamaradó ingatlannak a piaci ára. Nem beszélve arról, hogy ez az ingatlan értékcsökkent lesz, nem csak azért, mert egy ilyen kényszerű pályán lehet megközelíteni, hanem mert mélyen fekszik, a bennapozottsága is kedvezőtlen, és amúgy kertvárosi és lakóvezetben van, tehát összesen egy családi ház, vagy maximum két lakásos házat lehet ráépíteni, és én azt gondolom, hogy ez a volumen, ez nem éri el azt a nagyságrendet, amivel ez a járulékos befektetés emellé társul. A polgármester javaslatára elhalasztotta a testület a döntést. Verségi Nagy Miklós további egyeztetést tart szükségesnek az ingatlan eladásával kapcsolatban. Mától ismét teljes vonalon közlekedik a H5-ös Szentendrei Hév, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Hév Battyányi téri alagútját korábban azért zárták le, mert a budai fonódó villamos hálózat kivitelezője az alagútban a mennyezet repedését, illetve kisebb darabok leválását észlelte. A bejelentés után az alagút műszaki állapotának felmérése haladéktalanul megkezdődött, a szükséges munkát elvégezték, írta a BKK. A munkálatok idején a Battyányi tér és a Margit híd között pótlóbuszok közlekedtek. Hétfőtől az első járat indulásával helyreállt a forgalom. A H5-ös hév ismét az eredeti menetrend szerint teljes vonalon a Battyányi tér és Békásmegyer, illetve Szentendre között közlekedik. Elnyerte az építőipari nívódíjat a Magyarországon elsőként Szentendrén felállított mobilgát. A díj Asszonyi Tamás által tervezett emléktábláját a napokban avatták a védművön. A mobilgát 2013-ban készült el, amikor az átadást követően a terhelési próbát egy nagy árvíz végezte a gáttal. Az addig mért legnagyobb szinttel tetőzött a Duna. A védmű jól vizsgázott, aminek az elismerése a 2014. decemberében elnyert építőipari nívódíj volt. A szakma, a tervezők, a kivitelezők és a városvezetők jelenlétében avatták fel a nívódíjat hirdető bronztáblát a Dunaparton április 24-én. Az eseményen köszöntőt mondott a projekt vezetője, dr. Becker László. Hát nem gondoltam, mert ennek az építménynek a lelke az éppen a Dunakorzó sétánya alatt van 6 méterrel. Ugye az a résfal, aminek a fejgerendája tartja ezt a mobilgátat, az biztos, hogy kuriózum volt annak idején is, amikor tervezték, annak idején is, amikor építettük, annak idején, amikor a júniusi nagy árvizet megfogta, és aztán az átadásnál is.
De azért nem gondoltuk, hogy egy ilyen nívódíjra ez érdemes. Igaz, hogy miután megismerkedtünk a nívódíj pályázati rendszerével, kiderült, hogy ott külön van egy olyan kategória, hogy környezetvédelmi és vízépítési műtárgyak, építmények. Hát ebbe ez azért beletartozik, és mint első ilyen építmény Magyarországon, hát örültünk, hogy a kuratórium figyelme ráfordult. Ennek van egy műszaki oldala, meg van egy emberi, lakossági, ha tetszik, lélektani oldala, és hát amikor építettük, találkoztunk mi itt a kedves szentendrei nénikkel, bácsikkal, akik igencsak aggódva nézték, hogy elbontottuk a régi töltést, még a nagy régi fákat is kivágtuk, és helyette meg mi lesz ezzel a filigrán mobilfallal, amikor már látták a próbaszerelést, hát akkor is se gondolták. Ilyen szempontból persze az árvíz az megmutatta, hogy ez azért mérnöki munka, és a mérnökök tudják, hogy hogy kell ezt biztonsággal megtervezni. Ez tehát a műszaki oldal, hogy még műszakilag is bizonyítani kellett Magyarországon, hogy ami itt a Dunán Grejnbe, vagy Prágába, vagy máshol az Európában már működött, az itt is fog működni. Remélem, hogy nem kell még egyszer bizonyítani, remélem, hogy azóta a Szegeden felépített mobilgátnak se kell bizonyítani, de ez bizonyított, és ez egy nagyon-nagyon jó példa. Mi építettük meg most már Szegeden az ország második ilyen építményét, ami méreteit tekintve jóval hosszabb, tehát ott másfél kilométeres mobilgátot építettünk, igaz, hogy nem ilyen magasat, de hozzá viszont olyan állvízvédelmi védművet, ami ott a Szeged belvárosát a Tiszától megvédi, az egy monumentális árvízvédelmi védmű. Nyilván azóta csinálnak mások is, várjuk a tendereket, mert sokan szeretnének itt mobilgátat építeni, Vásztól, hát még a Dagály mellett is úgy hallottuk, hogy a főváros is gondolkodik ilyesmiről. Kezdetben többen aggódva figyelték az építkezést, a tervezők, kivitelezők már akkor is tudták, hogy a számok nem tévednek. A 333 méteren tervezett mobilgát megvédi a várost az árral szemben. Építőipari nívódíj különböző kategóriákban kerül meghirdetésre, és van egy mélyépítési kategória is, ahol tulajdonképpen pályázatokat várunk, de azért figyeljük is, hogy mik épülnek az országban. És ebben a kategóriában ez egy nagyon különleges, hiszen Magyarországon ez az első mobilgát, most már épül több is, és ennek a technikai megoldásai tulajdonképpen, amik nívódíjra méltóak, nem feltétlenül csak maga a gát, amit most nem látunk, de ha összerakják, ugye akkor megjelenik, hanem a hozzá kapcsolódó műszaki megoldások, a résfal építése, az olyan megoldások, amik az oszlopoknál, a dilatációk megoldása, és egy csomó olyan műszaki apróság, amivel nem akarom itt a szakmát túlságosan belevinni ebbe a beszélgetésbe. Sok ilyen megoldás van benne, amelyik tulajdonképpen kiemelte a 2013-ban épült mélyépítési létesítmények közül. Ebben a kategóriában, ha jól emlékszem, három pályázat érkezett, és abból választottuk ki ezt a mobilgátat. Úgy látom, hogy tért nyert a mobilgát, információim szerint megépült Szegeden a következő, ugyanez a vállalkozó építette ki ezt a gátat is. Tudomásom szerint Visegrádon is az utolsó stádiumban van, és ma reggel örömmel hallottam, hogy egy magyar szabadalom vagy magyar fejlesztésű gát fog épülni a Körösön, kettős Körös valamelyik szakaszán Békésben, amelyik műanyagból fog készülni, és még könnyebb és még könnyebben mozgatható. Úgyhogy gondolom ezt, ugye ahogy itt látjuk, hogy Szentendrén milyen előrelépést jelentett ez a gát, hiszen mindannyian emlékszünk arra, hogy milyen állapotok voltak itt a sétányon előtte, ugyanis Szegeden is egy ilyen előrelépés történt. Másik részről pedig ugye folyamatosan emelkedik a folyóknak a mértékadó árvízszintje, tehát nem lehet a gátakat se végtelenségig növelni, tehát kritikus helyeken ez is megoldást jelent. A leleplezés előtt az ünnepség zárásaként Bálint Péter, a díjbíráló bizottságának elnöke nyújtott át díszoklevelet az alvállalkozóknak. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Sportkorzó című magazinműsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!